Jó napot kívánok! Múzeumba járni jó, tele van kincsekkel, időutazás. Amikor kisgyerek koromban elvittek a szüleim múzeumba, akkor elhatároztam, hogy én teremőr szeretnék lenni, mert hogy milyen jó neki, hogy ő mindig ott lehet a kincsek között. Múzeumba járni jó, időutazás, tartsanak velünk. Most a Szépművészeti Múzeumba repülünk, két múzeumpedagógussal, Deme Edinával és Mácsai Krisztinával, akiket nagy szeretettel köszöntök a stúdióba. Üdvözlök mindenkit! Köszönöm, hogy itt vagytok, és tényleg így van, hogy én gyerekkoromban vágyakoztam, hogy milyen jó lenne, hogyha teremőr lehetnék, mert hogy egész nap ott lehet. Ti is ott lehettek egész nap, szóval igen. A ti helyzetetek is irigylésre méltó. Mielőtt mesélnétek a Szépművészeti Múzeum fantasztikus programjairól, én azért szeretnélek benneteket faggatni, hogy ti hogy kerültetek? Hogyan választottátok ezt a hivatást? Kezdjük akkor, Edina, veled, jó? Kérlek. Jó, rendben. Szerintem részben érdeklődés, részben véletlennek köszönhető. Történelem és angol szakos egyetemistaként kezdődött a karrierem, de amikor a történelmet tanultam, éreztem, hogy nekem nagyon hiányzik a kultúrtörténeti aspektus. Tehát a történelemnek ez a politika történeti része is érdekel, de legalább annyira fontosnak tartottam a kultúrtörténeti aspektust. És a végén sok-sok kaland után Amerikában tanultam kultúrtörténetet, és ott rögtön galériapedagógusként kezdtem el dolgozni, és amikor hazaköltöztem, akkor egyértelmű volt számomra, hogy múzeumpedagógiával szeretnék tovább foglalkozni, mert ebben minden van, különösen a Szépművészeti Múzeumban. Ebben van történelem, kultúrtörténet, de igazándiból bármi, divattörténet, és még sorolhatnám, biológia, botanika, bármi, ami számomra érdekes lehet, és számomra szinte minden érdekes, tehát rendkívül sokoldalúnak tekintem ezt a munkát, és a múzeumi létformát. Ó, nagyon irigylésre méltó, Krisztinát is mindjárt foglak kérdezni, de Leonardo-nál olvastam azt, aki mindig kiemeli, hogy a világra való rácsodálkozás képességünket nem szabad elveszíteni, mert hogy tényleg az az alapja mindennek, és nálad ezt érzem, igen, hogy igenis ez annyira csodálatosan megvan. Igen, abszolút, és nekem azt hiszem, hogy ennél jobb helyet el sem tudok képzelni, pont ebből a szempontból, hogy annyira változatosak a képek, annyira sok évszázadot ölelnek fel, annyira sok a téma, a korszakok, a bármilyen megközelítés, és a múzeumpedagógia még ezen belül is egy rendkívül sokoldalú tevékenység, tehát a múzeum műtárgya is rendkívül sokoldalúak, és maga a tevékenységi kör is rendkívül sokoldalú, úgyhogy személy szerint nekem ennél passzolóbb munkát el sem tudok képzelni. Tudik is hozzád, látszik is rajtad. És Krisztina, neked hogy kezdődött ez a varázslat? Barga betűvel kerültem ide. Nekem most már két felnőtt gyermekem van, de az ő születésük előtt én egy bankban dolgoztam. Úgyhogy egészen más irányból keveredtem erre a területre, és amikor a gyerekekkel otthon voltam, akkor különböző nyelveket tanultam, meg mindenfélével foglalatoskodtam, és amikor ők már elég nagyok lettek ahhoz, hogy iskolába, óvodába kerüljenek, akkor nem a banki szférába mentem vissza, hanem én azután kezdtem el művészettörténetet tanulni, és ilyen módon kerültem a Szépművészeti Múzeumba, először önkéntesként, és aztán, amikor mindenféle tanulmányaimat elvégeztem, akkor pedig ide kerültem, és a múzeumpedagógián dolgozom, tehát én művészettörténész végzettséggel rendelkezem, és pedagógiát is tanultam, az édesanyám óvónő, tehát valahogy ez a tanítani akarás, az emberekkel való foglalkozás, azért ez benne van a családban, és bennem is mindig megvolt. Gyönyörű hivatásotok van, és a Szépművészeti Múzeumot szerintem mindenki imádja. Én, reméljük. Ha megyek hazafelé, pedig igen, már régóta arra megyek hazafelé, igen, és látom, olyan energiája van az épületnek, igen, is kívülről, hogy képzeljétek el, hogy én nagyon sokszor
akkor érzek hálát, hogy én ott élhetek, és én arra mehetek haza, és én láthatom ezt a csodát nap-nap után, és azt is látom, ugye, hogy a turisták fotózkodnak, igen, tehát hogy olyan büszkeséggel tölt el. Igen. Ez nagyon, nagyon jó dolog. És hát hál' Istennek nem csak kívülről, hanem belülről is káprázatos gyűjteményünk van. Igen, káprázatos maga a gyűjtemény, és káprázatos maga az épület, tehát kívülről, jó, belülről. Nagyon. És amikor te azt mondod, hogy elmész mellette, és úgy büszkeséggel tölt, igen, el, vagy valahogy érzed, hogy ez valahogy nagyon szép, vagy hogy ez nagyon jó, hát belülről még inkább ezt érzi az ember, hogy olyan csodálatos termeink vannak, román csarnok, csarnokok, termek, kisebb kabinetek, szobák, de a legpompázatosabbak a nagy csarnokok. Márvány csarnok, román csarnok, reneszáns csarnok, barokk csarnok, az egyik szebb, mint a másik, csodálatos falfestményekkel. Tényleg lenyűgöző. Tehát, hogyha valakinek ez a munkája, és minden nap ezt látja, akkor nem óhatatlan az, hogy ne gondolja azt, hogy ő nagyon jó helyen van. Látszik rajtatok, egyébként hozzátok az energiátokban ezt a... Ott összeadódik a rengeteg műtárgy ereje, energiája. Hát ezt nem lehet. Az ember ugye elmegyünk idegen helyekre, elutazunk. Mit csinálunk? Elmegyünk a világ nagy múzeumaiba. Ez tehát, hogy ez annyira igény az ember. Hát igen. Az Uffizi az egyik nagy kedvencem, akármikor megyek, mindig új, és mindig kapok, igen, új információt. De nem kell olyan, nem kell Firenzéig mennünk, ugye, csak menjünk el a Szép Művészeti Múzeumig, hogy valami varázslat. Ugye nagyon sok kép van, nagyon sok műtárgy van kiállítva. Ugyanúgy, amikor valaki elmegy a Louvre-ba, Párizsba, vagy az Uffizi Firenze, vagy sorolhatnám, igen, a világ nagy múzeumait. A legtöbb turista bemegy, gyorsan körbeszaladja, mert hogy legalább egyszer lássa a nagy műveket, ami nagyon fontos. Én is így kezdtem, de hogyha az ember többször van alkalma, egy embernek többször elmennie, akkor viszont felfedezi, hogy ezek szinte földolgozhatatlan mennyiségben vannak ott előttünk, és csak úgy tudjuk igazán kielvezni a titkokat, hogyha újra és újra visszamegyünk, sok időt töltünk el, egész nap, másnap, egy másik alkalommal is, más nézünk meg alaposabban. Azért egy-egy múzeumi gyűjtemény az nagyon sok időt és energiát, igen, igényel, hogy valaki képes legyen jobban befogadni. És a Szépművészeti Múzeum a kicsit kisebb, vagy nagyon kisebb a világ legnagyobb múzeumaihoz képest, viszont rendkívül kompakt, szerethető művekkel van teli, és nagyon sok fantasztikus festőtől. Igen. Nem tudom kihagyni, hogy ne meséljem el nektek, hogy sok-sok évvel ezelőtt nem volt túlzottan jó hangulatom, és átsételtem a múzeumban, mert hogy ugye erre is jó a múzeum, igen, hogy megemelje az ember a napját, a lelkét, vagy egyáltalán az életét. És egy El Greco kép előtt megálltam, és olyan mérhetetlen, valami katarzis történt ott akkor. Nem is tudom miért, láttam már máskor is azt a képet, tudtam, hogy nálunk van, de valahogy akkor érintett meg igazán, vagy talán akkor volt itt az ideje, és megkönnyeztem, mert hogy nagyon büszke voltam arra, hogy ez a kép itt van nálunk, és én ezt Budapesten bármikor megtekinthetem. És a teremőr az hozzám lépett, kérdezte, hogy minden rendben, hogy jól vagyok. És mondtam neki, hogy igen, nem is tudja, hogy mennyire rendben van minden, mert hogy én most annyira boldog vagyok. És ezek olyan nem felejthető pillanatai egy életnek, amit magunkkal viszünk. Igen, ez így van. És most, ahogy itt vagytok, most elhatároztam, miközben hallgatlak benneteket, hogy elmegyek pár napon belül, és rászánom a napomat egy kedves sétára, de nem csak sétára szánhatja el magát az ember, hogyha hozzátok megy, hanem rengeteg foglalkozás van nálatok. Gyakorlatilag egy éves kortól, bármeddig, bárhány éves korig, aki csak oda tud menni. Mik ezek a foglalkozások? Meséljetek erről, kérlek. Ugye látom, hogy 1 és 12 évfolyamos diákoknak is tartotok foglalkozásokat, 60-90-120 perces. Mitől függ?
Átadom egy kicsit. Jó. Igen, még egy picit visszatérek az előző mondatodhoz, hogy egy éves kortól. Igen. Ez nem egészen így van, hanem csecsemőkortól várjuk egy éves korukig, de nem, ez nem igen. a babáknak szóló. Tehát van egy olyan programunk, amelynek az a címe, hogy Mama, nézd. Nagyon büszkék vagyunk jaj, erre a programra. Szín. Az egyik kolléganőnk meg is érdemli, hogy nevesítsük, Cser Judit találta ki ezt a programot, és ez most már mondhatjuk, hogy egy brand lett, az országban több múzeumban is átvették. Ennek a programnak az a lényege, hogy a kismamák, kispapák eljöhetnek hozzánk, magukkal hozhatják a kisbabájukat. Tehát ez nem a csecsemőknek szól, hanem a szülőknek, akiknek viszonylag kevés lehetőségük van arra, hogy ő hozzájuk szóljanak egy felnőtt program során, ahol senkit nem zavar a kisbaba. Az is a szlogen ennek a programunknak, hogy a síróbabákat is szeretjük. Azért maximáljuk egy éves korban a részvételt, mert egy éves korukig még a kisbabákat, csecsemőket, gyerekeket be lehet ültetni a babakocsiba, magára kötheti esetleg a szülő a gyermeket, és akkor még nem vonja el a figyelmet. De egy nagyobb baba, aki már jár, elmenne, akkor ott már ő rá kell figyelni. Értem. Tehát ezt direkt azért találtuk ki, hogy nekik legyen egy olyan egy óra, amikor hozzájuk beszélünk, tehát ez nem ringató, nem baba program, de nagyon, nagyon népszerű. Ez most már, ha jól emlékszem, a 6. vagy lehet, hogy már a 7. éve zajlik, a Magyar Nemzeti Galériában is tartjuk, a Gödöllői Kastély is átvette tőlünk, a Walter Rózsi villában is csinálják a kollégák, tehát úgy látszik, hogy erre van igény. Illetve a Vazarelli Múzeum. És a Vazarelli Múzeum, amelyik ugye... Biztos, hogy van igény, hát már ahogy így elmeséljétek, nem is volt még ilyen, ugye, ahol ezek a kisgyermekes szülők megkapják. És képzeld el, hogy már többedik testvérrel visszajárnak, tehát hiszen mondom, most már 6-7 éve van a program, és ugye valaki kinőtt belőle, ott már másik programra hozhatják a gyermeket, majd mindjárt erről is beszélünk, de az anyuka a picivel meg tud jönni erre. Havonta egyszer tartjuk ezt a Mama Nézd programot. És mindig az állandó kiállítások témáján vezetitek végig a vendégeiteket? Igen, mindig van, tehát minden hónapnak van valamilyen témája, igen. Így van, és azért ez az állandó kiállításra vonatkozik. Nagyon ritka az, hogy bemegyünk az időszakiba, nem arra találtuk ezt ki. És akkor milyen témák lehetnek? Azért nem csak az anyasságról van szó, de próbáljuk ezt is belevinni, tehát mondjuk édesanyák a múzeumban, vagy amikor a márciusi programnál ott a tavasz volt a fő téma. És ezek 60 perces séták, amikor nyilván nem lehet akadémiai székfoglalót tartani, nem is ez a cél. Könnyen, befogadhatóan igen. beszélünk a tárgyakról, és kettő csoportot szoktunk indítani, ez mindig teltházas, tehát két kolléga nő párhuzamosan foglalkozik a látogatókkal, és nagyon, nagyon kedves látvány, kismamákkal és kispapákkal, nagyon kedves látvány, hogy utána még látjuk őket az épületben, ahogy tologatják a babakocsit, ott maradnak, mert ahogy te is mondtad, ez egy jó hely, itt meg lehet pihenni, tehát nem kell elszaladni a tárlatvezetés végén. Igen, nagyon jó. Az ókori Görögországban az áldott állapotban levő kismamákat is mindig igyekeztek szép kertekben szökőkutakkal körbevenni, vagy zenével körbevenni, hogy már a születendő kisbaba az lelkileg másképpen fejlődik, és én annyira hiszek ebben. Igen, igen. És a szülő is ugye hát átadja a lélekben a kisgyereknek. Lehet, hogy a pici még nagyon pici, de valami lerakódik. De valami. Valami ott marad. Persze, igen, meg a hely hangulata. A hely szelleme. Igen, szelleme hat. Így van. Ez nagyon, nagyon fontos. És jól érzi magát a kismama, igen. És akkor valahogy úgy. Boldog szülők, boldog gyerekeket igen, nevelnek, és ráadásul, amit ugye ti elmeséltek nekik, azt ő majd továbbadja a gyerekének. Igen, igen, igen. Mert hogy gazdagítjátok az emberek életét. Ez egy nagyon, nagyon csodálatos kezdeményezés. Illetve
Kiegészítem ezt a dolgot azzal, hogy ha egy programra megnyerünk embereket, például a Mama nézze, akkor megismerik a környezetet, egyre kényelmesebben érzik magukat a térben, nem érzik feszélyezve magukat a nagy terektől, és sokkal könnyebben visszajönnek, jobban nézik a honlapot, meglátnak egy másik programot, tehát mindenféleképpen jó, hogy az emberek kipróbálják, menjenek el programokra, mondhatnám, jöjjenek hozzánk programokra, és hogyha tetszik, jól érzik magukat, akkor meg azt javaslom mindenkinek, hogy nézegessék a honlapunkat, mert nagyon sok jó dolgot kínálunk. Igen, és meg kell tanítani szerintem, most ez lehet, hogy különösen hangzik, meg kell tanítani az embereket nyitott szívvel, igen, befogadóvá válni. Mert hogyha azt mondjátok, hogy művészettörténet, akkor mindenki megijed. És azt hiszik, hogy évszámokat kell, igen, elmondani, igen, vagy stílusokról kell hirtelen, tényleg, ahogy, igen, mondtátok, akadémiai, igen, székfoglalót, és nem, ki kell nyitni a szívünket, és beengedni a művet, mert hogy az elkezd mesélni, természetesen nem mellőzhető a profi múzeumpedagógus, aki azért hozzáteszi azt a tudást, ami még befogadható. Itt hagy emeljek ki egy dolgot, amit nem tudunk eléggé hangsúlyozni, hogy a múzeumpedagógiának pont az a dolga, hogy a nehezen érthető szaknyelvet lefordítsa köznyelvbe. Tehát nyilván nekünk az a dolgunk, hogy az a kikutatott anyag elérhető legyen mindenki számára, aki, igen, egy kicsit is érdeklődik a művészet iránt, de ahhoz nekünk meg kell érteni a szaknyelvet, és utána kigondolni, hogy hogyan lehet ezt a tudást átadni úgy, hogy ne elbátortalanítsuk az embereket, ne megfélemlítsük őket, hogy ez túl sok, én soha, igen, nem fogom megjegyezni, hanem fölkeltsük az érdeklődésüket. Ez egyfajta étvágygerjesztés. És hogyha az étvágygerjesztés megvan, akkor utána mindenki magának csipegethet a programok közül, a műtárgyak közül, az eltöltött időt, ő magának alakítja ki. A lényeg az, hogy felkeltsük az érdeklődését. És megtanítsátok arra, hogy múzeumba járni jó, ez bátran menjenek, ne féljenek attól, hogy egy akkora, végül is akkora információ áradatot kap az ember egy múzeumban, igen, de hogy csak egy-egy képet, igen, vagy egy-egy üzenetet magával visz már, az nagyon jó. Igen. Nos, ugye mondtad, Krisztina, ezt a Mama Nézd, tényleg varázslatos, uh-huh, programot, és akkor nagyon milyen jól csináljátok, ugye, hogy ott határt húztok, hogy már az egyéves kor után pontosan tudjátok, hogy nyilván az életkorhoz, igen, idomítottátok, igen, ezt a programot. Így van, igen, így van. És akkor van itt ugye 1-12 évfolyamos diákoknak, 12. évfolyamos, igen, diákoknak. Itt meséltek az ókori Egyiptomról, vagy a reneszánszról, vagy különböző témákról a gyerekeknek? Igen, igen, tehát ez iskolai programok, igen, tehát ide közoktatásból érkező diákokat várunk ebbe a kupac, vagy az ebben a felsorolásban lévő programjainkra. Ez azt jelenti, hogy több időtartam közül lehet választani. Tehát vannak 60 perces, 90 perces és 120 perces foglalkozásaink. A pedagógus tudja dönteni, hogy mennyi időre engedik el az iskolából, hogyan tudja szervezni a napját. A 60 perces tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás során csak a kiállított térben vagyunk, és ott zajlik egyfajta interaktív tárlatvezetés. Muszáj használnunk a tárlatvezetés szót, igen, mert hát mégiscsak erről van itt szó a kiállításban. Mi nem szeretjük a múzeumi órát, mert azért ez nem tanóra, nem óra, tehát ezt a kifejezést nem használjuk. Múzeumpedagógiai foglalkozás, tárlatvezetés. Beszélgettünk a diákokkal. Ezt lehet 60 percben, csak a kiállításban. A 90 perces, másfél órás változatban az egyórás helyszíni kiállított téri beszélgetést követi egyfajta társasjáték. Ez lehetséges élő társasjáték formájában, amikor az Edina által említett nagycsarnokok egyikében a földön kirakjuk a táblát, a gyerekek maguk a bábuk ilyen óriási habszivacs dobókockával dobnak, és az elhangzottakra készített társasjáték kérdéseire válaszolva járják végig a kört, és így is elmélyíthetik a tudásukat. És a 120 perces foglalkozásnak a második része, tehát a második órája, az pedig a gyermekfoglalkoztató műhelyünkben zajlik, és itt valamiféle alkotás történik.
természetesen az alkotás az reflektál arra, amit korábban hallottak vagy tanultak. És ezeket a programjainkat kínáljuk minden állandó kiállításunkban. Tehát van a két régészeti gyűjteményünk, a klasszikus ókor és az ókori Egyiptom, illetve van, amit mi átfogóan képtárnak nevezünk, ez az európai művészet 1250-től 1800-ig bemutatott időszaka. És a pedagógusok a weboldalunkon nagyon sok program közül választhatnak, tehát ugye az időtartamot ki tudja választani, a gyűjteményt, és azon belül is tud még válogatni. Tehát ha már az ókori kiállításokat emlegettem, akkor például lehet választani görög művészettel összefüggőt, vagy rómaival, a mindennapokról, az ünnepeikről, tehát hogy ő tudja kiválasztani, hogy mire szeretne jönni, és akkor ennek megfelelően tartjuk meg a foglalkozásokat. És ez játszva. Ez nagyon fontos. Abszolút. És nagyon népszerűek ezek a programjaink. Az egyiptológus és az antik kiállításban dolgozó kollégáink folyamatosan foglaltak, mert hogy minden programunkra jelentkeznek, és a képtárban is, ott pedig, ha már itt emlegettem példákat a klasszikus ókor kiállításban, a művészet, európai művészetben pedig lehet középkori reneszánsz témát választani, vagy akár kisebbeknek mondjuk a foglalkozásokról, vagy van egy olyan programunk, amelynek az a címe, hogy gyermekkor, egykor. Tehát ott azt nézzük meg, hogy hogyan ábrázolták a gyerekeket, de hát ezzel összefüggésben akkor mivel játszottak, hogyan öltözködtek. Az egyik nagyon sok kedvenc a hangodászok, szerintem arról is érdemes egy pár szót mondani. Igen, a hangodászok című programot alsó tagozat gyermekeknek, iskolásoknak ajánljuk. Ennek pedig az a lényege nagyon röviden, hogy megszólaltatjuk a képeket, felhangosítjuk a műtárgyakat. Kevés műtárgyat nézünk meg. Tehát ez is nagyon fontos, hogy azért egy-egy iskolai foglalkozás, egy osztályfoglalkozás nem arról szól, hogy a 60 percben 30 tárgyat nézzünk, meg gyorsan pipáljuk, és akkor megvagyunk, hanem kevés tárgyat, de azokat alaposan. Mm. És itt a hangvadászoknál először megbeszéljük, hogy milyen hangokat hallunk a múzeumban, és a gyerekek nagyon kreatívak, és elmondják a pénztárcsörgést, a kanálzörgést lent a kávézóban, mindent, amit hallottak addig, amíg találkozunk, és utána pedig 3 vagy 4 festményt vizsgálunk meg, időrendben haladva, a középkortól kezdve, ugye oltártábláink vannak, zenélő angyalokat nézünk, zenét hallgatnak ők is, utána vihart imitálunk, egy olyan festményt szemlélünk meg, majd pedig egy lakomát nézünk meg, és olyan feladat, olyan játék is van mindeközben, hogy ők a festményt nézik, és hallják a hangokat, és be kell azonosítani, hogy mit látnak. Tehát ez is nagyon fontos, hogy nagyon meg kell nézni a képeket. Ezért nem választunk sokat, hogy ne csak elszaladjunk mellettük, hanem azt a párat, akkor tényleg alaposan megvizsgáljuk, az emlékezetükbe véssük, és talán valami megmarad, ha legközelebb jön, esetleg a szülővel, vagy otthon meg tudja egy reprodukció mutatni, hogy én ezt már így láttam. Van. Így van, és erre büszkék az emberek, hogyha már egy ismerettel többet tudnak. Ez így van. Erről jutott eszembe, hogy ugye kevés műtárgyat mutatunk meg, de azt viszont alaposan, hogy van egy másik program is, ugyan ennek az analógiájára, annak pedig az a neve, családoknak kínáljuk, egy szombati szemezgető. Igazándiból a családok, anyuka, apuka, nagyszülők hozzák be a gyerekeket, de maga a célközönség az maga a gyerek. A gyerek. 6-12 éves korig kínáljuk ezt a programot minden hónap 3. szombatján, és ott pedig egy műtárgyban a fókuszban arról beszélünk legalább 3-4 órán keresztül, és utána a maradék időben pedig ott a helyszínen, ott a kép előtt alkotnak valamit a gyerekek, nyilván a képpel összefüggésben. Ezt is csak azért említem, hogy említsek egy másik programot is, igen, illetve hogy ez egy nagyon tudatos filozófia, hogy nem kell halmozni a gyerekeket túl sok képpel, mert nincs az az ember, aki egy alkalommal annyi képet föl tud dolgozni, meg tud emészteni, be tud fogadni, hanem inkább jöjjenek vissza a szülők, gyerekek, felnőttek többször, egyszerre, kevesebbre koncentráljunk, de tanuljunk meg látni közösen, igen, és igen, szeretnénk megtanítani az embereket látni.
Jaj, ez nagyon, nagyon gyönyörű kezdeményezés. Tudom, hogy nagyon sok a program, majd azért még meséljétek azt nekem el, hogy melyik a ti kedvencetek, mert hogy kíváncsi vagyok rá, mert eddig mondjuk nekem mind kedvencem volt, amiről beszéltetek. Ugye a mama nézdel kezdtük, ovisoknak is. Igen. Ovisoknak szia is. Szia szép mű néven. Igen, szia szép mű. Kínálunk egy programot csütörtökönként, ami pedig nyilván az ovisok nyelvezetét figyelembe véve, és az ő temperamentumukat, fejlődési szintjét figyelembe véve, tehát velük együtt dolgozzuk fel a múzeum műtárgyait. Megbeszélünk a múzeumról, milyen múzeumban lenni, hogyan kell ott viselkedni, milyenek a képek, miért fontosak a színek, kinek mi a kedvenc színe, és folytathatnám. Annyi mindenről mesélnek a festmények, hiszen onnan mennyi információt kapunk az öltözet, a lakomát mondta valamelyik költök, hogy mit ettek. Hát valami tényleg bámulatos időutazás egy múzeumban sétálni. Én is hiszek abban, hogy nagy számokra kell menni, hanem inkább egyenként, lassabban haladva, de akkor az mélyen rögzül a gyerekekben. És hát valljuk be őszintén, nem csak a gyerekekben. Ez így van. Felnőttek is nyilván ugyanúgy élvezik. És a felnőttek is élvezik az interakciót, a játékokat, a nyomozást, a jut eszembe nyomozás. A másik nagy kedvenc az a bőrönd, az utazó bőrönd. Társasjáték családoknak. Igen, társasjáték családoknak. Ez mit jelent? Igazándiból ez szó szerint az, amit mondok, van egy utazóbőrönd, egy gyerekméretű utazóbőrönd, mindent megtettük, hogy nagyon utazóbőröndnek nézzen ki, tehát, hogy visszaadja azt az érzetet, mindenfajta ilyen címke rá van ragasztva, és színes, szagos, tele van mindenfajta jó dologgal, és egy ilyen kis nyomozós játékot oldhat meg a család közösen. Ezt ki tudják bérelni 2000 forintért a bőröndöt, tehát egy játék, egy téma, egy bőrönd. 2000 forint, és a család együtt körbe tudja járni a múzeumot. Maga a korosztály, amit megcélzünk vele, szintén a gyerekkorosztály, de azt hiszen a gyerekek a szülőkkel jönnek, tehát ez az egész családnak egy nagyon jó program lehetőség. Az emberek imádják ezeket Indiana Jones filmeket. Az jutott eszembe az előbb, ugye milyen csodálatos ókori egyiptomi gyűjtemény van itt Budapesten. Annak idején nem is tudom, én is többször megnéztem, mert egyszerűen mindig visszahívott, és mindig csak azt néztem. Szisztematikusan. Én nem hiszem, hogy van olyan gyerek, aki gyerekkorában ne akart volna legalább egyszer egyiptológus lenni, vagy régész, ugye minden gyerek. Nálatok is ez fölmerült opcióként. Nagyon népszerű az egyiptomi gyűjtemény. Hát, természetesen azért mondjuk egy ilyen Howard Carter népszerűségű, vagy nem tudom, egy Schliemann akart lenni az ember gyerekkorában, nem? Mert hogy ugye úgy gondoltuk mi gyerekként, én is emlékszem erre, hogy ugye az a kincs, amit a kalózok is megtalálnak, az arany, ezek a gyémántok, hiszen így képzelte az ember. Igen. Természetesen felnőttként már látjuk, hogy minden ecsetvonás és minden apró tárgy ugyanolyan jelentőségű. Igen. Nektek személy szerint mi a kedvencetek, Edina? Én nagyon diplomatikusan válaszolnék erre, hiszen Krisztinával mi vezetjük az osztályt, és hogyha én most nyilatkoznék, hogy nekem mi a kedvencem, akkor az olyan lenne, mintha azt akarnám, hogy mindenki erre jöjjön, de azt akarom, hogy mindenki mindenre jöjjön, és mindent próbáljunk ki. Úgyhogy én azt mondanám, hogy amiket így említettem, ezek az, inkább az mind kedvenc, mind és kedvenc, az is, amit nem említettem. Igen. Talán a hangvadászokat és a bőröndöt azért említettem, mert ez biztos, hogy nem nekem a nagy kedvencem, hanem a közönségnek nagyon nagy kedvencem. Értem. De a szombati szemezgető, a szia szép mű, tehát a szombati szemezgető a családoknak minden hónap harmadik szombatján, vagy a szia szép mű az óvodásoknak, ezek mind nagy kedvencek.
És vannak nyári táboraink, tehát ott azért nézek rá, mert előtted van egy ilyen kis brossúra, ezt itt fel is mutatom, mostanában készült ezt el azért. Lehet hozni, ha bemegy az ember a múzeumban. Infopultban, és akkor el lehet hozni, aranyos kis grafikák vannak benne, és gyakorlatilag minden, amit kínálunk, ilyen nagyon röviden, nagyon egyszerűen le van benne írva, és QR-kódokkal elláttuk az egyes oldalakat, vagy az egyes egységeket, és csak egyszerűen be lehet menni QR-kóddal, és már ott is van, ki is nyitották ezt az oldalt, és tájékozódhatnak ezekről, illetve más programjainkról. Tulajdonképpen nem is volt jó a kérdésem, hogy mi a kedvenc, mert hogy más stációkat, más életkorokat fed le minden programotok, tehát nincs kedvenc, mert hogy mindegyik az nyilván. Igen, értem. A válaszotokat. Farsangi, családi maszkabál, évente egyszer. És a festmények, műalkotások egy-egy szereplőit idézik meg vendégek. Ez óriási. Igen. De választ mindenki, hogy kinek vagy minek szeretne beöltözni? Inspirációt nyújtottunk, tehát készített, volt két műtárgy, egy kislányoknak szóló Margarita Tereza reprodukciót mutattunk, illetve Gideon Wild hajós kapitányról szóló festményt, meg egy barokk korban festett család ábrázolást. És az volt a szerepelt a kiállításban. Ez az három képet. És az szerepelt a kiírásban, hogy öltözd te is hercegnőnek, ugye Margarita Tereza infánsnő volt, vagy hajós kapitánynak, de ha az egész családot szeretne beöltözni, akkor nézd meg, hogy ők milyen ruhát viseltek. Tehát ez nem azt jelentette, hogy ezt kellett leutánozniuk, de mégiscsak e felé próbáltuk őket irányítani. Kreatív módon meg kellett idézni. Ezáltal azonosul is, ugye, meg utána néznek, hát tudnia kell, hogy milyen ruha, Volt egy nagyon, nagyon kedves mellékszála is ennek a farsangnak, ugyanis az egyik kolléganő azt mondta, hogy lehet, hogy nem minden kisgyerek, nagygyerek szeret beöltözni, de játék mackója, babája, állatkája mindenkinek van, úgyhogy még azt is meghirdettük, hogy ha te nem szeretnél beöltözni, öltöztesd be a kedvenc plüssödet, és hozd el őt. Úgyhogy voltak plüss állatok is a farsang, ugye most már véget ért az idei farsang, de nagyon nagy sikerű volt ez a maszkabál, ez a jelmezbál, tényleg voltak királylányok, Margarita Terezának öltözve, voltak parókás családjaink. Vattával megoldva. Igen, nagyon kreatív a gyerekek is, szülők is. És igen, volt néhány plüss állat is, és mindenki nagyon szép jutalmat kapott. Úgyhogy ezt az idén tartottuk először, farsangi bálunk nem volt korábban, jelmez bálunk, de úgy tűnt, hogy egy sikeres, jó kezdeményezés volt. Annyi minden van nálatok. Igen. Annyira. Most azt érzem, hogy annyira pörög, annyira él a múzeum, és adja magából a kincseit. Igen. Természetesen rajtatok keresztül, szóval kellenek hozzá profi szakemberek, akik azért nagyon komoly munkával ezeket kitaláljátok, megszervezitek. Nagyon, nagyon nagy alázat és odaadás van e mögött. Meg egyfajta munkaszeretet, meg művészet szeretet, ez mindenképpen ott van. Ha már erről beszélünk, muszáj megemlítenem, hogy amikor múzeumpedagógiára gondol egy átlag ember, akkor általában gyerekekre gondol, diákokra gondol, foglalkozásokra gondol. De mindenkinek hangsúlyozom, meg hangsúlyozzuk, mert szeretjük ezt magunkról hirdetni, hogy a múzeumpedagógia mindenkiért. Ahogy említettük előtte, a felnőttek is szeretnek játszani, ők sem akarnak túl sok részletet hallani, ők sem tudják ezt befogadni, tehát a beszélgetések, a kreatív megközelítések mindenkinek jól jönnek. A múzeumpedagógia ráadásul nem csak, hogy mindenkinek szól, hanem nem is csak foglalkozásokról szól, hanem írományokról, mint például játékos családi füzetek, vagy leporellók az időszaki kiállításhoz, vagy, és ebbe a brosúrába megint mutogatom, itt van szó a kiadványainkról. Igen. Két sorozatot is csinálunk, ez zsebkönyv sorozat, az egyik egy kronológiai, ezen azt értem, hogy
csak a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria műtárgyain keresztül végig tudunk menni a művészettörténet különböző állomásain. És print. És ez igen, és ez print bejelenik meg. Kemény táblás könyv. A jó illatú, kézbe jó minőségű, kemény táblás könyv, nem túl nagy zsebkönyv, igen. Éppen azért, hogy amit az ember a buszon is tud olvasni. Elrakni. És akkor itt az ókori Egyiptomtól végig megyünk, egészen a 20. századig. Az ókori Egyiptom is megvan, és a 20. század is megvan már, és közte nem mindenen értünk még végig, a sorozat írása az és készítése folyamatosan tart, de most már a sorozatnak számos tagja elkészült. És lehet gyűjteni. Igen, lehet gyűjteni. Igen. Szeretnék is, hogyha gyűjtenék az emberek, és ez ilyen nagyon leegyszerűsítve, de mégis komolyan, céltudatosan megfogalmazva leírásokat tartalmaz a művészettörténetről általában, élvezhető történetiségben, és tehát műtárgyakról konkrétan, és az egész korszakról is beszélünk ezekben a könyvekben. És akkor van egy másik sorozat, szintén zsebkönyv, ami pedig egy tematikus sorozat, ami eszünkbe jut, írhatjuk, csak nyilván ez idő meg energia kérdése, de már van, a sorozatnak 3 tagja megjelent, a Karácsony a múzeumban, Királyok és királynők a múzeumban, és Lovak a múzeumban. Ezek ilyen kis, pici könyvek, nagyon informatívak, kedvesek, játékosak, és mégis nagyon könnyedén tanítanak a művészettörténet különböző állomásairól elsősorban a tematikának megfelelően, tehát királyok esetében királyokról, lovak esetében lovakról, és a karácsony esetében be karácsony tematikájú képekről. Tehát mindenkinek nagyon szívélyesen ajánlom, illetve ezekhez még kis memóriajátékokat is készítünk, tehát hogyha a könyvet megveszi valaki, vehet hozzá memóriajátékot, de hogyha nem veszi meg a könyvet, gyűjtögetheti a különböző korszakok memóriajátékát. Tehát próbálunk egy olyan kitekintést is nyújtani, ami nem foglalkozás alapú, viszont az eddigi tapasztalatainkat írásba tudjuk foglalni, és azok számára is elérhetővé tenni, akik nem tudnak rendszeresen visszajárni a múzeumban. Értem. De hát lenyűgözve hallgatlak benneteket, és olyan nagyon jó, hogy ez így van. Azok a gyerekek, felnőttek, és mindenki, aki hozzátok megy, azok szerintem szerelmesek lesznek, és biztos vagyok benne, hogy ez abszolút működik. Ez, remélem, hogy ilyen zsebkönyvet olvasó diákot, vagy felnőttet sokat fogok látni a buszokon, vagy villamosokon, hogyha megyek. Egyébként úgy eszembe jutott itt, hogy aki kiadványaitokról meséltél, hogy én nem egyszer a múzeum shopban vásároltam ajándékot családomnak, igen, vagy barátaimnak. Igen. Tehát én nagyon szeretem a Szépművészeti Múzeum shopját, mert olyan különleges dolgokat lehet ott venni, szép könyveket. Igen, minőségi dolgokat. Volt, amikor csak egy naplót vettem, mert nem akartam igénytelen naplót, és úgy gondoltam, hogy én ott kapom meg nálatok, amire én vágyok, és meg is találtam. Igen, én is úgy gondolom, hogy rendkívül jó hely, hogyha ajándékot akarunk vásárolni másnak, meg nyilván akkor is, hogyha ajándékot akarunk vásárolni magunknak. Igen. Magamnak is vettem olyan tollat, amin egy ilyen színes, vörös, igazi toll van, és én azzal írok, és imád. Szóval, hogy igen, a homo ludens viszi előbbre a világot, mert a homo sapiens az legalább annyit rombolt rajta, mint amennyit hozzátett, de hogy mindig a játékos ember az, aki valahogy tovább lendíti az életet. Igen. És ti ezen munkálkodtok folyamatosan, hogy a játékos ember lelkét segítsétek. Igen, így van, és most, ahogy ezt mondod, nem csak, hogy munkálkodunk rajta, hanem a munkálkodás kapcsán jutott ez eszembe, hogy nehéz munkálkodni úgy, hogyha túl drága a belépőjegy. De van megoldás, mert most már van bérlet. Úgyhogy mindenkinek a figyelmét felhívom, hogy van múzeumi bérlet, nézzen utána a múzeum honlapján, tehát hogyha valaki az állandó gyűjteménybe többször vissza akar jönni, akkor most már, ha megvesz egy bérletet, szerintem egy nagy, rendkívül 10 000 forint körül, 10 000 forint alatti áron. És az egy éves bérlet? Ez egy éves, 365 nap, és bármikor. Minden nap elmehet 10 000 forint. Igen, tehát nem a naptári évre vonatkozik, kevesebbe kerül, mint két
teljes áru belépőjegy, és igen, ezzel bármikor az állandó kiállításokat meg tudja nézni. Ez egy új konstrukció, márciusban vezettük ezt be, és pontosan azért, mert azt szeretnénk, hogyha visszatérnének a látogatóink. És még egy újdonságot szeretnék elmesélni, ami azért született meg, ez is most márciusban volt először, hogy kedvezünk azoknak is, akik hétközben dolgoznak, és hétközben nem tudnak eljönni a múzeumba, és éppen ezért minden hónap második pénteki napján, ez most március 8-án volt, április 12-én lesz legközelebb, eltolt nyitva tartással működünk. Tehát nem hosszított, hanem a délelőtti 10 óra helyett csak délután 1 órakor nyitunk, de este 9-kor zárunk be. Így van. Az nagyon fontos. Így van, tehát hogy így a hosszú hétvégét, vagy a hétvégét lehet nálunk kezdeni, de hát nem is csak emiatt van ez, hanem hogy tényleg, ha valaki 4 óráig dolgozik, akkor már nem tud eljönni hozzánk másnapon, és ez most egy kísérleti jellegű program, és arra biztatunk mindenkit, hogy jöjjenek el. És még ami nagyon fontos, hogy a diákcsoportok kapcsán mondtam, hogy azért az nem tárlatvezetés, hanem foglalkozás, de mi tárlatvezetést is tartunk, nagyon sok tárlatvezetést tartunk, úgy az időszaki kiállításokban, mint az állandókban. Tehát ez egy hagyományos bemutatási módja a kiállításoknak. És hogy egy kicsit a számokkal is dobálózzak, ugye az utolsó nagy időszaki kiállításunk a Renoir volt, és képzeld el, hogy ezen több mint 700 tárlatvezetést tartottunk a kiállítás 3,5 hónapja alatt. Tehát ez nagyon magas szám, de ez azt jelenti, hogy erre van igény. Tehát azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy ez felnőtt csoportoknak, diákcsoportok is benne vannak ebben a számban azért természetesen, de jellemzően az időszaki kiállításokra felnőttek jönnek, és ezek 60 perces vezetések, amelyek során egy átfogó képet tudunk adni a kiállításról. Nyilvánvalóan nem állunk meg egy ilyen alkalommal mind a 70 műtárgy előtt. Vagy akár több. Vagy akár több. De valamit megpróbálunk átadni, és utána ők már bent maradhatnak. És ez nagyon érdekes dolog, hogy ezek a számok, ezek a statisztikák évről évre, kiállításról kiállításra növekszenek. Tehát valahogyan szájhagyomány útján is terjed ez, hogy ez jó, és erre jönnek. Egy picit ellentmondásos is, mert hogy az emberek akkor ezek szerint kényelmesek, és nem magukban akarnak nézelődni, hanem kívánják azt a segítséget, hogy valaki elmondja nekik. Mi ezt nem bánjuk nem baj, egyáltalán. Igen, mert szeretik az emberek, ha segítenek nekik, vagy kézen fogva vezetik őket. És lehet, hogy fontos. Utána már másodszor visszajön, és akkor jön magánnyomozásba kezdődik. Felhívjuk a figyelmüket a sarokpontokra, kiemelünk dolgokat. És meg amit Edina, te mondtál, hogy látni tanítjátok meg az embereket, és ehhez ti nagyon kelletek, mert hogy nélkületek nem megy. Igen. Viszont, hogyha említed a tárlatvezetést, azért azt is kiemelem, hogy van audiogájd is. Mert hát az éppen azért, mert olyan elképesztő az igény a tárlatvezetésekre, ami egészen egyszerűen fizikailag ezt nem lehet megoldani a múzeum területén, tehát hogy beosztjuk az embereket, de hát annyi időpont van, amennyi, és akkora a tér, amekkora, tehát segít hogyha az emberek tudják, hogy audiogájdot is, és igénybe vehetnek, és audiogájd segítségével valamilyen segítséget kapnak, jó segítséget kapnak, nincsen ugyan tárlatvezető, de azért mégiscsak végig tudják járni a múzeumot szakértőbb szemmel, ilyen módon. Tehát ezt hívják egyébként úgy, hogy siker. Gondolom, hogy ezt ti is megállapítottátok, és megveregethetitek a saját vállatokat, hogy mennyire ragyogóan működik körülöttetek. Tehát gyakorlatilag egy havi BKV bérletért egy éven keresztül van, lehet járni a Szépművészeti Múzeumban, és ha akar, az ember minden nap is mehet. Igen. Számos színes program, mint elmondtátok, ugye ebben a kis füzetecskében, vagy a kis leporellóban, illetve hát ugye azért a neten is bárki utána nézhet. És minden korosztályt lefednek a programjaitok. Abszolút, erre nagyon is törekszünk. Még egyszer hangsúlyozom, a múzeum pedagógia mindenkié, a múzeum mindenkié, mindenki megtalálja maga számára jó pofa foglalkozást.
vannak rajzszakköreink. Hihetetlen, most csak így hirtelen egy csomó dolog eszembe jut, hogy nem fér bele ennyi időbe az a mennyiségű és minőségű foglalkozás, ami elérhető az emberek számára, ezért javaslom mindenkinek, nézegessék a honlapot, térjenek vissza a főlapot, ott kattingassanak rá a különböző dolgokra, mert nagyon sok nagyon jó pofa dolog van, és tényleg érdemes a múzeumban járni. Ezzel kezdtük, hogy érdemes a múzeumban járni, szerintem nagyon érdemes a múzeumban járni, mert a múzeum jó hely. Szerintem legyen ez a végszó. Deme Edina és Mácsai Krisztina, végtelenül ragyogó volt ez a beszélgetés. Gyakorlatilag tényleg időutazás volt, mert hogy az ókortól napjainkig barangoltunk, vagy csipegettük itt az idősávokat, és hát minden korosztálynak szóló programjaitokat, pedig hát hálás köszönettel mi vendégek köszönjük a saját magam és a gyermekeink, meg a szüleink nevében is. Köszönöm tehát a beszélgetést, hogy mindezt elmondtátok. A nézőknek pedig továbbra is ajánlom, hogyha a Szépművészeti Múzeum környékén járnak, akkor menjenek be, kapnak ilyen jó kis iránymutató térképet, nézegessék, megtalálják az önöknek való programot, illetve hát ugye az interneten és a Szépművészeti Múzeum oldalán keresgessenek. Miközben hallgattam a két múzeumpedagógust, eszembe jutott, hogy Dosztojevszkij azt mondta, hogy a szépség fogja megmenteni a világot. Én azt hiszem, hogy a szépség két nagykövetével beszélgethettem ma. Szóval ne felejtjék, múzeumba járni jó, legyünk büszkék a Szépművészeti Múzeumunkra és a kiváló múzeumpedagógusaink munkáira. Menjenek múzeumba! Köszönjük a figyelmet!